Ünnepélyes keretek között adták át a Donkanyarnál elesettek tiszteletére állított emlékművet Idegszemcsén a sajnálatos esemény 80. évfordulóján. A 250 000 fős második magyar hadsereg kötelékéhez tartozó honvédek és munkaszolgálatosok közül mintegy 125-130 000 estek el az orosz területen, közülük 54-en Idegszemcséről származtak. A település önkormányzata ezért érezte fontosnak az emlékmű felállítását, amelyet a Trianon 100 bizottság támogatott, mondta el a polgármester. 2019. novemberében alakult meg ez a bizottság, igazából az én polgármesteri programomat próbálja segíteni, ami a hagyományozás és a magyarsággal kapcsolatos, és nagyon sok mindent csinálunk. Ugye, amikor 100 éves volt a Trianon, akkor ott is ez a Trianon 100 bizottság adománygyűjtésekből és kétkezű munkával épített egy Trianon emlékművet, most pedig úgy gondoltuk, hogy a Donkanyar áldozatainak tekintettel arra, hogy Idegszemcsén több mint 50 családot érint ez a tragédia, így tisztelgünk a hősök előtt. Helyszín az nem lehetett más, mint a Szobor Park, hiszen az első világháborús és második világháborús emlék között van ez az emlékmű, és igazából tényleg csak úgy gondoltuk, hogy nem szeretnénk mást felállítani, csak ami a szokványos, tehát egy sisakot, egy kereszten, egy felirattal, és ezzel szeretnénk tisztelegni a hősök előtt. És annyit el szeretnék állulni, hogy ez a sisak, ez a Donkanyarnál valakinek a fején volt. Annyira nem nagy költség, tehát egy ilyen 100 000 nagyságrendű, mert nagyon sok adományunk volt ezzel kapcsolatban, a sisak is, a kereszt is, most nyilván ezt a kis betonalapot, ezt mi csináltuk, meg a követ hozzászereztük, meg a virágokat, meg a fáklyákat, ezeket mind a Trianon 100 bizottság finanszírozta. Igazából csak egy ilyen ünnepélyes műsorra gondoltunk, versekkel készültünk, illetve itt van velünk a Szekszárdi Hagyományőrző Egyesület, és zászlókat is hoztak, zászlótartó, úgyhogy egy nagyon nagy ünnepélyes keretek között fogjuk ezt átadni. Az Idegszemcsei Trianon 100 bizottság a jövőben is tovább munkálkodik, számos tervük van még, amit meg szeretnének valósítani. Szeretnénk folytatni a testvértelepülés kapcsolatoknak a felkutatásait, ugye már 3 van, Erdélyből, Kárpátaljából, Dévidékből. Idén próbáljuk meg a Felvidéket, illetve hát szeretnénk folytatni a Hőseink napját, amit most így beszéltünk, úgyhogy erre az évre szerintem ez ennyi bőven elég lesz. A megemlékezésen fejet hajtottak az összes áldozat emléke előtt, köztük az Idegszemcsei 54 férfi áldozatért is. A megemlékezés alkalmával a tények felsorakoztatása mentén emlékeztek vissza a 80 évvel ezelőtt történt eseményekre. Az emlékművet a leleplezés után a helyi plébános áldotta meg. A közös imádság pedig az áldozatok lelki üdvéért szólt. A donkanyari ütközetben 42 000 tűntek el és haltak meg, 28 000 tértek haza sebesülten, és mintegy 26 000 kerültek hadifogságba, akiknek többsége soha nem tért vissza Magyarországra. Az ő emléküket őrzi a 65-ös számú főút mentén az Idegszemcsén állított emlékmű.